azt tapasztalom, hogy nem mindenki érti első lépésekben, hogy mit is jelent az, hogy bizonyság. És Isten nekem úgy magyarázta el most egy újabb nyelveken szólással, egy újabb példázattal elevenítette meg nekem, és ezt helyezte a szívemre, hogy alkalomattán jöjjön ez ki, és akkor most ki is használom az alkalmat. Tehát ha az embernek fáj a foga, és elmegy a fogorvoshoz, a rendelőjébe, akkor ugye ott szembesítést kap a fogai állapotáról. És az embernek van 32 foga, és azt mondja a doktor bácsi, hogy hát kedves Kinga, neked sajt az történt, hogy mind a 32 fogad beteg, kezelni kell, gyökérkezelni. Egyből nem tudjuk ezt, nem tudom ezt rendbe hozni neked, de hogyha akarod és engeded, akkor egyenként, úgy, ahogy soron következő, mindegyiket kezelni fogom, és elmagyarázom, meg fogod érteni, hogy történt, miért történt, és a végére az lesz, hogy teljesen új fogsorod lesz, új, igazi mosolyod, és vidáman tudsz majd minden fogadról bizonyságot tenni, hogy hogyan gyógyította meg a doktor bácsi, és nem te fogod erőltetni az emberekre a bizonyságot, hanem az a mosoly, az új mosoly, az új fogak fel fognak tűnni az embereknek, és meg fogják kérdezni, hogy ki az orvos, hol a rendelő, és akkor ők is el fognak menni, és ők is ugyanígy bizonyságot fognak tenni, ugyanaz arról az orvosról, ugyanarról a rendelőről. Tehát a bizonyság azért fontos, akár egy fog kezelésről is, akár milyen kis kezelés is történt rajta. Van, akinek az összes 32 foga elromlott, van, akinek csak egy, van, akinek 10, de mindenkinek van rossz foga. És ha ezt Isten bármelyiket is elkezdi gyógyítani, az már egy bizonyság, abból van egy megértés, és az ő dicsőségére ezt meg lehet osztani azon embertársakkal, akiknek feltűnik ez a változás. És akkor így kap az ember még nagyobb kedvet, még nagyobb örömet ahhoz, hogy folyamatosan visszajárjon fogápolásra, fogai karbantartására a rendelőbe, az igazi orvoshoz, és így épül fel az emberbe, és marad meg a mennyeknek az országa, az igazi orvos rendelőjében és az ő rendeleteivel, az ő kezelésével. Remélem, hogy ezen a módon, ezzel az új példázattal talán kicsit érthetőbbé vált esetleg azon emberek számára, akiknek ez majd jobb belátást, megértést és bátorságot ad, hogy akár ha egy kis fogszúvasodás kezelés is történt életükbe Isten kegyelméből, akkor merjék azt felvállalni és elmondani, és merjenek folyamatosan az igazi orvosról beszélni, és az ő rendeléjében vágyják a többi fogaknak is a gyógyulását, hogy egy tökéletes, teljes új fogsor, teljes mosoly világítson a világba, amire minden ember rácsodálkozik, és akarja tudni, hogy ki az az orvos, hol van az a rendelő.